Sziasztok, srácok! Itt ismét Damian. Eljött az új termék bemutató videó sorozatunk utolsó része a kártyák, és nem is húzom tovább a szót. Nézzük a kártyákat. Visszatérő, már majdnem azt mondom, hogy vendégeink, visszatérő kártyáink, amik már voltak, de újra vannak. Őt nem kell bemutatnom, Memento Mori, érkezett Memento Mori, őt nagyon szeretjük, tehát Memento Morit. és akkor már így mellé bemutathatom a Kristál Kobrát is, belőle is érkezett, ő a Kobrás Memento Mori, igazából emlegethetném tényleg így is, mert ő is ezt a kis kristály dizájnt kapta meg, tehát ő, érkezett Kristál, Kristály, Kristál, Kristál Kobra. Visszatérőként Simlimnek az alappaklia, amit nagyon sokan suliban, mert ugye suliban én is most őt nyúzom, kérdezitek, hogy mikor van, mikor nincs, mikor lesz, mikor volt, stb. 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 És van még egy ilyen, ami hát nem adok neki sok napot, hogy elfogjon. Rengetegen kérdeztétek, van ismét Escape Map? bicycle escape meg, ami tudjátok, amikor összerakjuk az egészet, kijön belőle a titkos térkép, nézzétek meg a bontás videót, ott összeraktam a térképet, ez a térképek paklia, megvan neki a története, tehát ő is van érkezett, ő is. Na, menjünk akkor tovább, és akkor jöjjenek az újdonság, illetve ö, egy ilyen átmenetet akkor képezünk, Orbit, mert ő is volt már, ugye ő a negyedik version, tehát a Force Edition, Force Edition Orbit érkezett, és akkor, ó, így sokat nem látok belőle, <laughs> max így, minden nem érdekes, mert ez a fontos most, ugyanis megérkezett az ötödik verzió is az Orbitból, tehát ha valakinek vágyálma az ötödik verziós Orbit, az most már beszerezheti, ugyanis érkezett. A következő a SAVE Revenge. Vagy csak egyszerűen Safe csomag. Nézzétek, ott van egy ilyen kis koponya, így amennyit láttok belőle. Ez egy ö, titkos társaságos, ilyen fekete, tele mindenféle szimbólumokkal. Nézzétek meg ezt a lezáró, lezáró matricácskát Várjatok, ezt ö, szerintem kicsit félre rakom, mert a gép az nagyon-nagyon arra, így van, így most már így jobban szereti a dolgot. Tehát erre haj az, egy varom jól néz ki egyébként maga a csomag, tehát van szép, ő is újdonság. Érkezett Nogból Summer Nok, Summer Edition, egy kicsit idézzük vissza, egy kicsit hozzuk vissza így a nyári hangulatot, ezekkel a színekkel abszolút menő a dolog, a Summer Nock. ugye... Ö a az jelölt, tehát abból a szempontból jelölt, hogy a, a, a színeket, tehát hogy pick-cref-káró meg tudjátok állapítani, és ezekben a színekben nem lesz több ilyen nok. tehát ez a Summer nok ez egy erősen limitált verzió, de annyira jó pofa, így, annyira jó érzést tartani ezeket a színeket, nem tudom, olyan kis vibrálóak nekem, nem tudom, nagyon, nagyon tetszenek. Ananász, tele van ananász, a -e Ananászos. Tehát uh, Summer nok. Úgy látszik engem a színes paklik, azok így, nem tudom, így elvarázsolnak, színmániás lehetek. Vagy hát szeretem a színeket, nem tudom, az, az baj -e, de gondolom nem. A színek jók. Na de itt van a Voodoo Deck. Hát ő nem színes, viszont ö, dizájnját tekintve mondhatnám félelmetesnek, de én látom benne a szépséget. Most tekintsünk el attól, hogy koponyák, meg mit tudom én. Ö, nagyon szépen kivitelezett ö, csomagról van szó. Ö, a belsője is, tehát nézzétek meg a bűvészbolt.hu oldalon a képeket. A belsejét tekintve is írtózatosan szépen néz ki ez a csomag. Tehát ö, Ilyen favorite, favorite lesz ez a dolog. Igen, azt mondja, Sam Hayes. Sam Hayes már kaptunk szerintem csomagot, meg nem mondom mit, max kommentbe kiavíthatok, most így fejből nem tudom, de nagyon szépen megdesignolt csomag. Különlegesség! Butterfly deckek. A kék, meg a vörös, és ezek ilyen szépen, nézzétek, így be vannak csomagolva. luxuri kiadás. A Butterfly-ról volt már bontásunk a Fannival, megnézhetitek mind a két csatornán, az enyém meg az övén is a két különböző szint. Az az első edition volt, tehát az első verzió, az a második verzió. Sok különbség, úgy, tehát olyan számottevő hirtelen úgy, úgy, nincsen. Ez egy durván, durván jelölt csomag, amihez ráadásul még jár oktatóanyag, tehát trükköket is tanít, tehát ez nem csak a kártyát veszi meg az ember vele, hanem magát a tudást, ugye a jelölés, ez a logikusan, illetve ezen felül még oktatóanyag is jár hozzá. Tehát egy komplet set, tehát igazából kártya plusz trükkök. Tehát egy, egy, aki, aki, szereti a, a, a durván jelölt, mert többféle módon jelölt, ha kicsit magyarázni akarom, hogy ez, ez miért olyan fura, meg miért olyan durva a jelölés, vagy, vagy mi ebben a más, mint egy más jelölt csomagban, kétféle módon van jelölve, és a jelöléseket lehet úgy használni, nem tudom ezzel mennyit árulok el, hogy használod az egyik jelölést egy trükkhöz. Jó. Használod a másik jelölést egy másfajta trükköz, Oké. Ok. Viszont meg tudod azt csinálni, hogy használod az egyik jelölést egy trükkhöz, és utána beépítesz még egy effektet, és a másik jelöléssel csavarsz még egyet a trükkön, vagy durvábbá teszed a trükköt, az effektet. Tehát igazából ezért erős a Butterfly. És akkor kék, meg piros, ilyen bordós, pirosabb színekben lehet kapni. Egy nagyon szép, luxori. Nézzétek, ez a matrica tök jól néz ki. Na mindegy. Tehát mm. őt lehet kapni. Sherry. Sherry Casino őről a nem kell sok mindent elárulnom, azt hiszem. Ö, még ha jól emlékszem, nem bontottam a saját feketémet, de nem, nem rémlik, nem rémlik. Ez viszont, hát irigykedek, bevallom őszintén, mert ez a rénó Red szín, ez valami brutál szépen néz ki kézbe. Tehát ez ilyen bordós, de, de ilyen metálos, tehát csillog az egész. Tehát tényleg, mint hogyha, mint hogyha ilyen metál festékkel így leöntötték volna, az egész csillog. Nem tudom, barom jól néz ki. Tehát, hogyha esetleg nálunk jártok, és ezt mindenféleképpen nézzétek meg így mert ez, ez, nem tudom, ez annyira feelinges ez a, ezzel a, ez a csillogó metálos színnel, hogy az nem igaz. Tehát nekem nagyon bejön. Ha valaki cardistry bániás, akkor mutatok három csomagot. Az egyik a cardistry fanning. Na ez kifejezetten cardistriseknek, akik imádják a legyezőket, imádják a flöriseket, stb. stb. Brutál hátlappal, hátlap dizájnnal. Bokopó, japánok. Ö, japánok? A Bokopó, japán? Ö, szerintem japán. Javítsatok ki a tévennék, de szerintem japán. Ö, Hát még itt se derül ki. De azt hiszem, Japán. Igen. Mindegy. Ö, tehát, legyezőt, ahány fele nyitjátok, annyi színű lesz a csomag, barom jól néz ki. Nézzétek meg a képeket a, a weblapon. Kárdisztriseknek erőszettetet tudom ajánlani. Ezzel tudja, hogy megnéznék az embert. Illetve, ilyen ilyen belépő paklinak, az árát tekintve belépő pakli, ez a Flexible. My flexible friend. Ö, létezik ö, vörösbe, ilyen pirosba. Itt a felvételen szerintem ilyen narancsárgásabbnak néz ki, de higgyétek el, ez piros, ez vérpiros, így kézbe, illetve fekete, igazi Damien White színek. Ja, tehát ö, ezeknek ilyen a, ilyen a hátoldaluk, így kell őket elképzelni ezek is ö, flörisekre meg ö, ö, ilyenekre tökéletesek, egyébként TCC-k, tehát ö, azok csinálták akik a, a rainbow, TCC rainbow-deket tudjátok, ami teljesen színes volt az összes tehát ö, ők csinálták, tehát valószínűleg vagy hát nem valószínűleg biztosan biztos, tehát biztosan állíthatom, hogy minőségben ö, topos lesz a dolog flexible Na, a következő az Optrix. Ez az Optrix dolog, ez egy, ez egy nagyon, nagyon érdekes pakli, nagyon különleges pakli. Nem azért, mert ahogy kinéz, de hát mondjuk ahogy kinéz, az is, az is elég extra tele van tehát van, van benne egy jó pár geflap, van hozzá, tehát ez is egy olyan csomag, amihez ö, trükkök, oktató ö, videóval, tehát oktató trükkök járnak hozzá, oktató trükkök, amiben a benne lévő gimmik lapok, tehát a benne lévő ö, megtanuljátok a trükköket, aki beszerez egy ilyet. Ö, illetve hát ilyen, ilyen nagyon dizájnos, ö, ö, tehát ez a csomag ilyen látványra épülő, tehát ez, ez olyanokat képzeljétek el, tényleg nézzétek meg a videót, az feltétlenül, ott megnézhetitek a trükköket is, mert vannak ilyen trükk videók is ö, a, a weblapon, a bűvészbolt.hu-n az oldalán, a, a leírásnál, tehát azokat nézzétek meg, olyan, olyan durva dolgokat találtak, ki ez, hogy mit tudom én, a dobozt meg, meg tudod mutatni, mintha üres lenne, tehát olyan optikailag átverős dolgok vannak benne, és utána kiszedett belőle a paklit, meg mit tudom én ilyen, ilyen dolgokat, meg mint hogyha a kezedben beraknád így a, egy kártyát így beraknál így félig kilógva, és mint hogyha a mélysége lenne a csomagnak, tehát ilyen eszeveszett optikai, tehát ezért Optrix, ilyen eszeveszett optikai illúziókat pakoltak bele így a, a, a csomagba, Ö Animát. Én azt hiszem, ez még azt is tudja, hogy mikor lepörgetjük, akkor még a hátlap is így mozog közbe, tehát barom jó. Igen, azt hiszem, ezt is tudja, de mondom, nézzétek meg a videót. Tehát ennél felté, ha más nem, ezt nézzétek meg ennek a videóját. Nagyon extra csomag. Na és elérkeztünk az utolsó csomaghoz, ami nem más különlegesség, mint a Furious Playing Cards. Ö, nem véletlen, ha valakinek a Fast and the Furious eszébe jut, ugye, halálos iramban, akkor nem véletlen, ugyanis ez, ö, ez a csomag onnan szette az ihletet, legalábbis a készítők a filmből szedték az ihletet, abból a szempontból, hogy ez a csomag a sebesség csomagja, ilyen villámos hátoldallal, tehát ilyen hátoldal, nézzétek meg a, a, doboz is, azt mondták egyébként, hogy a dobozt azért csinálták ilyenre, tehát ez nem benyomódott, hanem ez ennek ilyen a dizájnja, a doboz. Doboznak, mert ők úgy képzelték el a dobozt is, mint hogyha egy ilyen, egy ilyen lambót, egy ilyen nézni néznének. Ugye ott is ilyen szögletesen úgy mennek ugye a vonalak, és ez is, mint egy ilyen műalkotás legyen a doboz is megcsinálva, mint egy, mint egy lambó, mint egy kocsi. Tehát barom jó, ez is bokopló, boko, bokopó, bokopó, ez is bokopó. És, ö, Hát belül ugye meg ö, azt hiszem a képoldala klasszikusak, a hátlap az ugye ez a villámos dolog, de hát ö, ez a doboz, ez, ez, nagyon extra. Mint hogyha tényleg valami luxus kocsit fogna így az ember a kezébe. Tök jó, tök jó. Na, srácok, így visszapakolgatok úgy nagyjából, most már mindegy, hogyha a kamera ide vagy oda fókuszál. Ö, hogyha valamelyik kártya így elnyerte a tetszéseteket, akkor feltétlenül ö, csapjatok le rá, nézzétek meg így a, a bűvészbolt.hu oldalon, mert ö, hát ezek is mondhatni fogyóeszközök, tehát de azt hiszem nem árultam el óriási nagy ö, titkot. Ö, és hogyha tetszett valamelyik, akkor tényleg csapjatok le rá, várjatok úgy, akkor így, most így úgy is pakolgathatok, mondjuk ezt ide rakom, orbitot a ide rakom, jaj, nagyszerű. Tehát srácok, ha valami tetszett, akkor feltétlenül csapjatok le rá. Véget ért így akkor a termék bemutató sorozatunk, remélem élveztétek ezt a kis három részt. Ha valami megtetszett, vagy valamivel kapcsolatban kérdés van, akkor vagy kommentben, vagy pedig a bűvészbolt.hu oldalán találtok mindenfajta elérhetőséget, vagy akármit, csapjatok le rá hogyha valami megtetszett, el ne fogyjon, nem tudom mikor lesznek, tehát ezt így mindig megígérem, mert muszáj vagyok megígérni, mert tényleg nem tudom. Minden esetre, hogyha tetszett ez a rész is, akkor feltétlenül dobjatok rá egy lájkot, like ne felejtsetek el feliratkozni sem, és legközelebb találkozunk, akkor is tartsatok velem, addig is legyetek jók, sziasztok!